Hát kérem szépen, ilyen az, amikor a hozzá nem értés szorgalommal párosul, egyébként ez az egyik legrosszabb együttállás. Ha megnézzük ezeket a képeket, döbbenetes állapotban levő homlokzatot látunk, pedig látható, hogy nem kevés pénzt áldoztak már eddig is rá a tulajdonosok, egy drága festékkel lekenték a felületet, ami bőrösen hólyagszerűen válik el, és itt, amint látjuk, ez alatt a bőrréteg alatt egy szétmállott vakolat található, ami a legkisebb érintésre málik és omlik. Nem csináltam vele nagy kárt, mert ennek sajnos annyi. Ha majd egy kicsit távolabbról is megnézzük ezt az épületet, akkor látjuk, de ezeken a képeken is egyértelmű, hogy már a redőnyök, ablakok magasságába jár az a nedvesség, ami először a lábozati zónába jelentkezett. Ezzel a nedvességgel valamit akartak csinálni, úgy gondolták, hogy egy, egy jó kis vízzáró vakolat az megoldás lesz a problémának a kezelésére. Itt látható, hogy egyértelműen most már szinte redőny magasságig felhajtották az először lent jelentkező vizet, itt kismértékben ki tudott párologni a felületen, le is nyomta már a felületről a festéket, viszont a vakolatot nem tudta eltávolítani, így elkezdett tovább menni. Egészen addig ment fölfele a víz, ameddig ez a vízzáró vakolat tartott, és fölötte difundált át a felületen, és ott pedig már le is nyomta a felületről a festéket, illetve a felvitt rétegeket. Hát ha ezt így folytatják tovább, akkor a talpszelement fogják előbb-utóbb elrohasztani, mert hogy ezt a vakolatot rendesen bontja itt a víz, az már tény. Amint látjuk, egy esőcsatorna van idevezetve a lábazathoz, az folyik itt szerte szét, nincsen elvezetve, közterületre folyik a víz, egyébként ez is szabálytalan, és aztán, ha megnézitek, akkor látható lesz, hogy az épület mellé építettek egy betonjárdát, ami éppen csak 50 cm széles. Ezek a betonjárdák egyébként nem alkalmasak arra, hogy távol tartsák az épülettől a vizet, arra pedig végképp nem, hogy szárazon tartsák a lábazati zónát. Hogyha ez egy régi épület, akkor lehet, hogy még a falban levő szigetelést is fel kellene újítani, de az egészen biztos, hogy nem jó, hogyha nedvesen tartjuk az épület melletti Falsávot. ez a beton járda pedig erre kiválóan alkalmas, hiszen a repedéseken, a fal és a járda melletti repedésen le tud szivárogni a víz, illetve ami víz leszivárgott, az már párolgással innen nem fog elmenni, és a téglafalazat pedig gond nélkül szívja magába a további nedvességet. Hát így néz ki egy olyan fal, ahol nem szakszerűen készítették el az épülettől a víz távoltartását, és további vakolat rétegekkel, vízzáró rétegekkel egyre magasabbra hajtották. Minden más jobb lett volna itt. Ennek a videónak az volt a célja, hogy azt megmutassa nektek, hogy egy külső vízzáró vakolat soha nem fogja megoldani azt a problémát, hogy az épület ne nedvesedjen föl, és ne ázzon el a fal. Jogos a kérdés, mit kellett volna tenni ezen a videócsatornán a drénezéssel kapcsolatos videókat keressétek meg. Egy épület melletti drénezés nagyon sokat segített volna továbbá, hogyha olyanok a körülmények, akkor elképzelhető, hogy egy lemezbeütéses szigetelés, illetve egy utólagos vízszintes falszigetelés sokat segített volna a dolgon, továbbá egy szárító vakolat kellett volna ide, ami engedi kipárologni a vizet úgy a falból, hogy közben a vakolatnak a pórusai ezt a feszítő, kristályosodó sót magába gyűjti egészen addig, ameddig bírja. Utána természetesen a szárító vakolat is hasonlóan lemálik a falról, de akár 20 évet is lehet nyerni egy jól elkészített szárító vakolattal. Ha pedig az épületet körbe drénezzük, akkor tovább csökkentjük a károsító hatásokat, és már is megvan a megoldás. Sziasztok, építkezzetek jól, a szakjelenőr voltam, és Isten áld a tisztes ipart!